Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Műsorunkban bemutatjuk a legfrissebb eseményeket és történéseket. Kezdjük napi híradunk tartalmával röviden. Koronavírus. Vár a teszt eredményére Szentendre polgármestere és alpolgármestere. SZEI. Kérhető a PCR tesztelés október 1-től. Kucsera Ferenc. Játékot indítottak a mártírként meghalt káplán születésnapja alkalmából. Koronavírusra tesztelik a polgármestert és közvetlen kollégáit. PCR teszt elvégzéséhez mintát vettek Fülöp Zsolt polgármestertől, Pilis Dániel alpolgármestertől és közvetlen munkatársaitól ma a reggeli órákban. Tájékoztatást kapott a polgármesteri hivatal titkársága október 9-én, hogy október 7-én hivatalos látogatáson a polgármesternél járt vendégen elvégzett koronavírus teszt pozitív lett. Fülöp Zsolt közvetlen munkatársai önkéntes karanténba vonultak és otthonról végzik a munkájukat, amíg a tesztelés eredménye megérkezik. Fülöp Zsolt október 7-i programjain végig maszkot viselt, ezt követő két napon, október 8-án és 9-én szabadságon volt. A polgármester, az alpolgármester és a titkárság irodahelyiségeit fertőtlenítették. Már kérhető a PCR tesztelés október 1-től a Szentendre Város egészségügyi intézményeiben. A fizetős szolgáltatást naponta 4-5 ember igényli, akik előre egyeztetett időpontra érkeznek a reggeli órákban. Emellett továbbra is lehetőség van a gyors tesztelésre is. A legspecifikusabb és a legérzékenyebb vizsgálati módszer a PCR tesztelés, amely a vírus jelenlétét tudja beigazolni, mivel annak örökítő anyagát mutatja ki. A mintavétel orron és garaton át történik. Az erre használt steril pálcák elsőnek a transport folyadékba, majd szobahőmérsékleten tárolva laboratóriumba kerülnek. A legújabb PCR teszt, ami konkrétan a betegség kimutatására szolgál, sokkal pontosabb és sokkal hamarabb mutatja ki, hiszen már magát a betegséget képes kimutatni, akár 3-4 nap a fertőzést követő 3.-4. naptól. A minta laboratóriumba érkezéstől számítva 24-48 órán belül kiderül az eredmény. A PCR a legdrágább teszt a COVID-19 diagnosztikai lehetőségek között. A rendelőben csak fizetős szolgáltatás érhető el, tehát hogyha valakinek arra van szüksége, hogy karanténból ki tudjon jönni, vagy külföldi útról tér haza, és szüksége van olyan igazolásra, és olyan esetekben, amikor ezt nem téríti meg az állam. Mert jelen pillanatban csak azokat az eseteket térítik, hogyha valakit a házi orvos úgy találja, hogy ő igazoltan fertőzött, és kijönnek a mentők, és elvégzik rajta a tesztet, az ingyenes. Tehát, hogyha a hatóság rendeli el a tesztelést, minden egyéb esetben, hogyha valakinél csak gyanú áll fenn, és a jelenlegi eljárás szerint rendszerint nincs szükség tesztre, nekik minden esetben fizetni kell, és ez érhető most el nálunk. Jogszabály határozza azt meg, hogy ezért a tesztért, abban az esetben, hogyha valaki fizetősen veszi igénybe, mennyit kérhet el a mintavételt nyújtó szolgáltató, ez jelenleg 19.500 forint, mely a minta és annak az elemzésének 17.000 forintos árát, valamint a mintavevőnek biztosított 2.500 forintot tartalmazza. A mintavétel előnye, hogy akár már a tünetek megjelenése előtti néhány naptól kimutathatóvá válhat a koronavírus fertőzés, de sajnos nem 100%-ban, ezért javasolják a teszt ismétlését. A mintavételre arcmaszkban és kesztyűben továbbá 6 órás étgyomorral kell érkezni, és ezen időtartam alatt nem szabad dohányozni, inni, enni, fogat mosni, szájfertőtlenítő oldatot vagy szájvizet használni, illetve rágózni. A bejelentkezést követően egy időpontot adnak a kollégák, valamelyik reggeli időpontra, tehát 6:30-tól 7-ig zajlik a vizsgálat. Kérünk mindenkit, hogy érkezzen pontosan, illetve a megadott időpont előtt egy 5-10 perccel. A megadott időpontban megérkezik a páciens, itt a rendelő hátsó bejáratánál, tehát teljesen elkülönítve, egy ellenőrzést követően, tehát lázmérés és kikérdezést követően léphet be az épületbe,
Ezt követően, mivel ez egy fizetős szolgáltatás, elsődlegesen bankkártyával, ha nincs nála bankkártya, akkor végső esetben készpénzzel ki tudja fizetni a vizsgálatára, és ezt követően kerül sor a vizsgálatra, már az említett módszertan szerint, tehát szájból és orrüregből vesznek mintát, ezt követően távozik. Fontos elmondani, hogy azzal a céllal hoztuk ezt létre, hogy azoknak tudjunk elsődlegesen segíteni, akik azt szeretnék igazolni, hogy ők nem betegek. Tehát ebben az eljárásban csak tünetmentes pácienseket tudunk fogadni mintavételre. Tehát kérjük azokat, aki esetleg azt szeretné igazolni, hogy ő beteg, keresse fel a házi orvosát telefonon, és ő fogja eligazítani. Tehát hozzánk csak tünetmentesen lehet érkezni. Az eredményekről a SZEI, mint intézmény nem kap tájékoztatást. A páciens közvetlenül értesíti a mintavételt végző orvos, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársa, de az eredmény lekövethető az ügyfélkapunk keresztül is, ahová hamarabb megérkezik a lelet. Adatvédelmi előírások miatt mi nem is kapjuk meg hivatalosan az eredményt, de a páciensnek egy e-mail címe, telefonszáma, minden elérhetőségét átadunk a minta elemzést végző szolgáltatónak, és ő fogja utána 24-48 órán belül az elkészült eredményről tájékoztatni a pácienst. A kormányrendelet a koronavírus tesztek hatósági árát szabályozza. A vizsgálat díja 17 000, a mintavétel díja pedig 2500, vagyis a maximális ár 19500 forint. Azt is kimondja a kormánydöntés, hogy nem alkalmazható ez a hatósági ár abban az esetben, ha a beteg a mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatot az egészségbiztosítási alapterhére veszi igénybe. Bemutatják a Fények sötétedés után című hangulatvilágítást a Szentendrei Japán Kert és Kertiskolában. A rendezvényre október 21-én szerdán 17 órai kezdettel várják az érdeklődőket. Az esemény szervezője Dani Zoltán, a Japán Kert Magyarország Egyesület elnöke. Játékot indítottak dr. Kucsera Ferenc atya születésnapja alkalmából családoknak, csapatoknak és egyéni indulóknak is szeptember 23-án. A cél, hogy a résztvevők megismerjék Kucsera Ferenc életét, ki volt ő, miért szerették annyian és miért kellett ártatlanul meghalnia. Dr. Kucsera Ferenc emlékére játékot rendeznek, annak érdekében, hogy megismerjék a résztvevők az atya történetét. A résztvevőknek szükségük lesz okostelefonra, selfie kamerára és egy QR kód olvasóra. Hasznos lehet a játékban a GPS koordináták szerinti tájékozódás. Az emlékoldallal a tavalyi 100. évforduló során több játékot is szerveztünk már. Először az óvodások, legkisebbeknek volt játék, majd az általános iskolásoknak, és tavaly tavasszal volt az gimnazista korosztálynak az érettségiz Kucsera Ferenc atyával játék, és ezt a mostani játékunkat idén tavaszra, az emlékév lezárására terveztük, de a járványhelyzet sajnos közbeszólt, de most őszre, Ferenc atya születésnapjához időzítve, ezt egy kicsit átszervezett formában megszerveztük most. Ez a játék arra törekszik, hogy otthonról kimozdítsa a játékosokat, minden korosztályhoz szól, családokhoz, csapatokhoz, de akár egyénileg is játszható. A célunk az volt, hogy a mobil eszközöket, mert erre szükség van a játék során, most tényleg eszközként használhassák egy játék során, és ugyanakkor valamit értékeset kaphassanak. Szentendrén Kucsera Ferenc atyát vigye közelebb minél többekhez. Korszerű, modern eszközökkel, játékos módon, de mégis olyan játékot szervezve, ami egy vértanú pap emlékéhez méltó. Az esemény indulásának napja, az atya születésnapja, szeptember 23-a, amin az érdeklődők november 5-éig vehetnek részt. A játék egyetlen délután is végigjátszható, de akár később is folytatható, amikor a játékosok kedvet éreznek és idejük engedi. Regisztrálni kell a játékra a honlapunkon, ez a kucsera100.com/jatek címen elérhető, és ez alatt az idő alatt, szeptember 23 és november 5 között folyamatosan bármikor játszható, egyetlen nap alatt, egyetlen délután is végig játszható, de bármikor félbehagyható, folytatható, amikor az embereknek a kedve, vagy a játékosok kedve és ideje, ahogyan ezt lehetővé teszi.
Összesen 6 állomásból áll, a leírása is a honlapon megtalálható. Különböző Ferenc atya életével valamilyen módon kapcsolatos helyszíneket kell felkeresni, és ott majd meg tudjuk itt a Kálvária kapujánál is esetleg nézni, különböző játéklapokat megkeresni, és utána már meg legyen meglepetés, de mindenképpen szükségük lesz egy mobileszközre, amivel fényképezni tudnak, navigálni tudnak koordináták alapján, és internet eléréssel rendelkeznek. Vagy a játék regisztrációjával indul, a legtöbbeknél így volt, hogy hallották valamelyik hirdetésünket, regisztráltak a játékra, és megkapták a játék indulásához egy kezdő levelet. Vagy olyan is előfordul, hogy a város szerte kihelyezett játéklapjainkat valaki véletlenszerűen megtalálja, és az alapján viszont, ha már játékban van, tud lépésről lépésre haladni az állomásokon, ez számára a soron következő, de akár ha ezt véletlenszerűen megtalálja, úgy is be tud kapcsolódni a játékba, minden tudnivaló rajta van. Az állomások egymás után következnek, egymásra épülnek. Akik már teljesítették a feladatokat, azok szerint jól követhető, jól játszható esemény, ami élmény mindenkinek. Családok, csapatok és egyéni játékosokat is várnak a szervezők. Eddig közel 100-an fejezték be a játékot, többen még a feladatok megoldásán dolgoznak. Az állomások egymás után következnek és egymásra épülnek. Már többen végig is játszották a játékot, és tőlük azt a visszajelzést kaptuk többektől is, hogy jól követhető, jól játszható és élmény volt a család számára. Úgyhogy bízunk benne, hogy minél többeknek föl fogja kelteni az érdeklődését. Kucsera Ferenc atyát minél többekhez közelebb hozni, az egész emlékoldalnak ugye ez a célja, és ez most egy játékos módon, családilag, csapatban, barátokkal megtehetik, még amíg ez a szép idő engedi. Nyereményekért megy a játék, minden a 3 kategóriában, amit említettem, sorsolni fogunk a végigjátszók között. Helyi vállalkozásokat kerestünk meg, hogy támogatnák-e a játékot nyeremények felajánlásával, és szerencsére nagyon-nagyon sokan nyitottak voltak erre a dologra, és vannak ehető ajándékaink, vannak tárgynyereményeink, és van például belépünk élmény típusú nyereményünk is. A játékot a kucsera100.com emlékoldal szervezi, ahogy a korábbi játékainkat is, a 914-es számú Endre Cserkész csapat pedig a lebonyolítója a játéknak. Mi működtünk közre az állomások felépítésébe, kihelyezésébe, illetve tartjuk a kapcsolatot a játékosokkal, mert a játék során is, ha bárki esetleg elakad, vagy egy játéklap eltűnik, akkor velünk tudják fölvenni a kapcsolatot, és segítünk, hogy tovább haladhassanak. 2 cserkész csapat van jelen Szentendrén, ezek közül a 914-es számú Endre cserkész csapat szervezi a játékot, így ha elakadna a résztvevő, hozzájuk tud segítségért fordulni. További részletek és regisztráció a honlapjukon lehetséges a kucsera100.com oldalon. Végül nézzük a várható időjárást. Kedden mediterrán ciklon okoz szeles, csapadékos időt, többfelé jelentős mennyiségű eső hullhat. Mindössze 7 és 14 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Adásunk végén pedig nézzük a legfontosabbakat még egyszer. Koronavírusra tesztelik a polgármestert és közvetlen kollégáit. PCR-teszt elvégzéséhez mintát vettek Fülöp Zsolt polgármestertől, Pilis Dániel alpolgármestertől és közvetlen munkatársaitól. Már kérhető a PCR-tesztelés október 1-től a Szentendre Város egészségügyi intézményeiben. Játékot indítottak dr. Kucsera Ferenc atya születésnapi alkalmából családoknak, csapatoknak és egyéni indulóknak is szeptember 23-án. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Híreinket pedig addig is kövessék weboldalunkon is a szentendre.media.hu/tv/Szentendrén, ahol egy kattintás után akár élőben is nézhetik adásunkat. Maradjanak továbbra is a TV Szentendrén, mert hamarosan kezdődik a 7 embere című magazin műsorunk. A közösségi oldalakon is várjuk Önöket, ott is folyamatosan frissülő tartalmakat osztunk meg. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!